Járjunk együtt! Utcai felfestésekkel és táblákkal hívják fel az autósok figyelmét a hegyvidéken arra, hogy fokozottan ügyeljenek a gyalogosok és a biciklisek biztonságára. Biztonság két keréken. Idén tavasszal is elindította kerékpáros járőrszolgálatát a 12. kerületi rendőrkapitányság. Beethoven Budán különleges koncerteket és májzenei programokat ígér a fesztivál. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Utcai felfestésekkel és táblákkal hívják fel elsősorban az autósok figyelmét a hegyvidéken arra, hogy fokozottan ügyeljenek a gyalogosok és a biciklisek biztonságára. Ezt azokban az utcákban teszik meg, ahol nem lehet járdát építeni. Az önkormányzat azzal kapcsolatban várja a javaslatokat, hogy hova kerüljenek ilyen figyelmeztető jelzések. Bejelöl, amit egy kis rajszeggel, hogy az a szakasza, ami kifejezetten veszélyes. Rádúj Zoltán a hegyvidéki önkormányzat előtti Járjunk Együtt kampány térképén azt az útszakaszt jelöli be, amelyre szerinte érdemes lenne járdát építeni. 44 éve lakom a Béla Király úton, és nagyon szép nyugodt utca volt, de sajnos az utóbbi időben az átmenő forgalom rendkívül nagy lett. A Budakeszi útról erre jönnek át az autók a város felé. A járda pedig viszonylag keskeny. A Béla Király úthoz hasonló szakaszokon a hegyvidék adottságai miatt nincs lehetőség szélesebb utat és járdát építeni, anélkül, hogy fákat kellene kivágni. Ezért a hegyvidéki önkormányzat új programot indított a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében. A Járjunk Együtt program keretében főként táblákkal és utcai felfestésekkel teszik biztonságosabbá azokat az utcákat, ahová nem lehet járdát építeni. A lakók maguk dönthetik el, hogy hová kerüljenek a figyelemfelhívó jelzések. A kollégáink megnézték, hogy hány út jön szóba. Durván 130 ilyen út van a hegyvidéken, ez nagyon sok egyébként. Ott fogjuk megcsinálni ezt a kísérletet, vagy ezt a munkát, ahol a környéken lakók ezt kérik, igénylik. Arra buzdítjuk őket, hogy vegyenek részt ebben a programban, akár interneten, akár papíralapú szavazólapokon, adják le a voksukat, a javaslatukat, hogy kérik ennek a munkának az elvégzését, akár itt a téren jelölhetik egy ilyen színes kitűzővel, hogy ezt fontosnak tartják, igénylik. Ez nem helyettesíti magát a papíralapú kérést, csak inkább szimbolizálja, jelzi, figyelemfelhívó gesztus. És abban bízunk, hogy ki tudunk alakítani egy olyan metódust, egy olyan utcatípust, ahol tiszteletben tartjuk egymást. A program első tesztfelfestése és tábla kihelyezése már meg is történt a kerületben. A Városkuti út tetején, felső szakaszán, bocsánat, van elhelyezve ez a tábla, a felfestés, és még egy 30-as tábla jellegű felfestés. De valójában én az Ada utcának a lakóit tudtam megkérdezni erről. A vélemények, amik bejöttek mai napig, az olyan 90%-ban pozitív volt. A maradék 10% sem úgymond negatív, hanem építő jellegű. Tegyük fel, hogy a táblának foszforeszkálnia kellene, mert ugye este meg télen, délután 4 óra fele, amikor jönnek haza az óvodából, iskolából az emberek, akkor már nem látszik a tábla. Másrészt pedig a belógó növények nagyon sok problémát okoznak. Tehát a magántulajdon területekről belógó növények miatt az autósoknak ki kell kerülni azt, és akkor emiatt összeütközés van a gyalogosok, biciklisek és autósok között. Szerintem ez a kettő legfontosabb dolog, amin tudunk még hirtelen változtatni. Az imént elhangzott felvetéseknek elegettéve az önkormányzat a táblákat fényvisszaverő bevonattal látja el, hogy azokon sötétben is egyértelmű legyen. Ez egy gyalogosok és autósok által is közösen használt útszakasz a kerületben. Szavaznia Járjunk Együtt 12.hu oldalon, vagy a hegyvidéki városháza téren, és az önkormányzat ügyfélszolgálatán elhelyezett szavazólapokon lehet egészen április 9-éig. A kampányhoz kapcsolódva az önkormányzat egy kis filmet is készített, amely részletesen is bemutatja a programot. Tavaly közel 10%-kal kevesebb bűncselekményt regisztráltak Budapesten, mint egy évvel korábban. Többek között ez derül ki a BRFK beszámolójából, amit szerdai ülésén fogadott el a fővárosi közgyűlés. Terdik Tamás, Budapest rendőrfőkapitánya azt mondta, hogy a BRFK sikeres évet zárt. Az elmúlt 9 évet tekintve tavaly volt a legalacsonyabb a bűncselekmények száma. Összesen 56.739 bűncselekményt regisztráltak. A fővárosi közgyűlés több közterület elnevezéséről is döntött.
A 12. kerületben a Kútvölgyi kápolna előtt újonnan kialakított teret Regőci István katolikus papról, a kerület díszpolgáráról nevezték el. A Zugligetben a Fácános tér nevet kapta egy újonnan kialakított közterület, utalva az egykori Fácán nagy vendéglőre. A Csaba utca induló szakaszát pedig mostantól Sándi Gyula köznek hívják, emléket állítva az építésznek. Állami tulajdonba kerül a bálna. A fővárosi önkormányzat 11 milliárd 223 millió forintért értékesítette a kereskedelmi és kulturális központot és a vele funkcionálisan egységet képviselő ingóságokat a nemzeti vagyonkezelő számára. A fővárosi közgyűlés szerdán 18 igennel, 9 nem ellenében támogatta a bálna eladását. Ebben az évben is elindította a kerékpáros járőrszolgálatát a 12. kerületi rendőrkapitányság. A bicikli főként azokon a helyeken könnyíti meg az egyenruhások munkáját, ahova autóval nehéz behajtani. Kértek már tőlük eligazítást eltévedt turisták, sok kérdésre adtak választ a Bike Safe, azaz a kerékpár regisztrációval kapcsolatban, és segítségül hívták őket eltűnt személy felkutatásához is. A hegyvidéken szolgálatot teljesítő kerékpáros rendőrjárőr nem csak üde színfolt, nagyon sokat tud segíteni az itt lakóknak vagy ide kirándulóknak. Több kerékpáros van kint az utcán, és így a rendőrkerékpárosok is megjelennek. Ez elsősorban a zöld területekre érvényes, tehát Városmajor, Normafa, Gesztenyéskert, főleg ezeken a területeken látunk el kerékpáros járőrszolgálatot. Én azt gondolom, hogy ezeken a helyszíneken sokkal hatékonyabban tudnak a kollégák közbiztonsági ellenőrző szűrőszolgálatot ellátni kerékpárral. Ugye nagyon sok helyszín, akár a Városmajorba és Gesztenyéskertbe is nagyon sok helyszínre kocsival be se tudnak menni, illetve ugye a Normafának is a lezárt részénél természetvédelmi telet szintén nagyon jól hasznosítható a kerékpár, mint munkaeszköz. A hegyvidéki rendőrkapitányság életében nagyjából egy időben jelent meg a kerékpár regisztráció és a kerékpáros járőrözés. Karacs Andor az első pillanattól vállalta ezt a fajta szolgálatot. Mobilabb, mint egy gyalogos járőrszolgálat, mivel ugye gyorsabban tudunk eljutni egy-két helyre, illetve közvetlenebb kapcsolatot tudunk építeni a zöldövezetben tartozókkal. A kerékpáros járőrszolgálatra minden rendőrt kiképeznek, ám azokat osztják be, akik vállalják a speciális feladatot. A Vaspalipát a rendőrség adja, illetve szereli fel. A szolgált ellátáshoz ilyen rendőri jelleggel ellátott kerékpárokat használunk. Ugye semmi különleges nincs ebben a kerékpárban, azon túl, ami kötelező felszerelésként ugye a fékek, prizmák, lámpák elhelyezésre kerültek. Nyilván terepadottságai miatt egy első villa elhelyezésre került itt a kerékpárom. A járőfelszerelésünket egy ilyen kis dobozban tudjuk tartani, és tulajdonképpen ennyi, amennyi a felszerelésünk a kerékpáron. Minden más kényszerítő eszköz, ami egy átlagos gyalogos járőrszolgálat, vagy bármilyen járőrszolgálathoz kell, ezt az övünkön viseljük, illetve egy ajánlott felszerelést, a bukósisakot, azt minden alkalommal viseljük a járőrszolgálat során. A védősisak viselése mindenki számára ajánlott, mint ahogy a kerékpár regisztráció is. Mint arról már értesültek, a 12. kerületi rendőrkapitányság munkatársai vállalták, hogy keddenként 17 és 19 óra között bárki regisztrálhat a kapitányság épületében, valamint minden hónap első szombatján a Normafa síház parkolójában is várják a rendőrei a bicikliüket regisztrálókat. Különleges koncerteket és más zenei programokat ígér az idei Beethoven Budán Fesztivál. Az április 30-a és május 7-e között zajló fesztiválon fellép többek között Balázs János zongoraművész, az Orfeó zenekar és ezen kívül Balázs Fecó és Benkő László is különleges koncerttel készül. A rendezvényhez kapcsolódva idén is nemzetközi zeneszerzőversenyt hirdettek, amelyre minden eddiginél többen jelentkeztek. Nagy meglepetés ért akkor, amikor meghallottam, hogy 25 kompozíció érkezett a pályázatra, és 5 országból. Minden eddiginél sikeresebb volt a budavári Beethoven zeneszerzőverseny. Az önkormányzat által meghirdetett nemzetközi pályázatra beérkezett zeneműveket egy 5-tagú zsűri értékelte. A kiírásban szerepelt az, hogy a Beethoven F-dur Frühling szonátájának a témája kell, hogy legyen valami úton, módon az ihletője annak a kompozíciónak, amivel a pályázók pályázhatnak. Tehát eleve adott volt, hogy új kompozíciókat kell beküldeni. Az első helyezett Lázár Dániel lett, a zsűri külön díját pedig az Ausztriában élő Otto Wanke érdemelte ki. A három legjobbnak ítélt darabot május 2-án a Beethoven Budán Fesztiválon hallhatja majd először a közönség.
Az április 30-a és május 7-e között zajló rendezvény ezen kívül számos különleges zenei programot tartogat. A Szalon Szimfóniák sorozat keretében Beethoven szimfóniáit hallhatja a közönség. Koncertet ad Balázs János és a Budafoki Dohnányi Zenekar, az Orfeó Zenekar és a Pörszül Kórus. Emellett Balázs Fecó és Benkő László is különleges produkcióval lép színpadra. Újdonság, hogy a programba a balett műfaja is bekerült. A Győri Balett és a Nemzeti Táncszínház közös előadásában egy olyan produkciót láthat a közönség, amely Beethoven 7. szimfóniája, valamint Kodály Zoltán művei alapján készült. Minden évben törekszünk arra, hogy a koncertek épp úgy szóljanak idősekhez, fiatalokhoz. Idén a gyerekeket is megszólítjuk Eckhardt Gábor interaktív előadásában, ami itt lesz majd éppen ebben a Jókai Anna szalomban. Illetve másik fő szempont a műfaji határokon való átívelés, hogy minél szélesebb közönségréteget megszólíthassunk. A Beethoven Budán Fesztivált 20. alkalommal rendezik meg, arra emlékezve, hogy a zeneszerző 1800. május 7-én a Várszínházban adott koncertet. De az, hogy ez már 20. alkalommal kerül megrendezésre, azért azt mutatja, hogy nem csak a helyet, tehát a Várszínházat jelöltük meg, töltöttük meg minden évben ezen a napon Beethoven zenével, hanem most már egyre szélesedett. Azért tartjuk fontosnak, mert egyre azt a visszajelzést kapjuk a közönségtől, hogy igenis szükség van az ilyen kis kulturális fesztiválokra, az ilyen kis lokális kulturális eseményekre. Nagyon szeretik, nagyon különleges ez a fesztivál. Nem arra törekszünk, hogy olyan dolgok hangozzanak el itt, amik nem a klasszikus műsorrendben, a Zeneakadémiában, vagy a MIPA-ban hangzanak fel, hanem itt valami mást lehet hallani. A fesztivál részletes programja a beethovenbudan.hu oldalon olvasható. A Kaláka együttes zenei generációk nőttek fel. Talán nincs is olyan ember az országban, aki ne ismerné vers és népdal feldolgozásaikat. Az együttes legutóbb a Bach Mindenkinek Fesztiválhoz kapcsolódva adott nagy sikerű koncertet a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. Közös éneklés a Kaláka együttes koncertjén. A Hegyvidéki Kulturális Szalon nagy terme szinte teljesen megtelt érdeklődőkkel a zenekar koncertjén. A Kaláka együttes elegáns, más muzsikusokkal össze nem téveszthető zenei tálcán nyújtja a verset a hallgatóknak. Nem ráerőszakolják a maguk szerzeményeit, hanem kimuzsikálják a Gutenberg óta könyvekbe száműzött szívnémaságra született s ítélt versekből a maguk olvasata szerinti eredeti dallamot. Kányádi Sándor a Kaláka együttes 25 éves jubileumára írta az imént elhangzottakat. A Kaláka művészetét szinte minden ember ismeri és szereti. Generációk nőttek fel zenéjükön. A Hegyvidéki Kulturális Szalonban kicsik és nagyok együtt élvezhették a zenekar sokszínű muzsikáját. A mi közönségünk az a karon ülőtől a botra támaszkodó, így nyilván maga is hallottam már ezt a szép mondatot, és ezt így kell vállalnunk, ahogy tulajdonképpen a magyar költészet is, ahogy Vörös Sándor, vagy éppen Kányádi Sándor munkásságát nem lehet generációnként leosztani, hogy na, hát Csokonai a 20 éveseké, a Arany János a 60 éveseké, nem, ez nem így van. A szalomban rendezett koncert a Bach Mindenkinek Fesztiválhoz kapcsolódott. Ez egy fura felkérés, hogy a Bach Fesztiválon, Bach Mindenkinek Fesztiválon játszunk. Nyilván minden zenész számára Johann Sebastian Bach egy megkörülhetetlen és nagyon fontos muzsika. Számomra pláne, aki templomi kórusban énekeltem annak idén hámulmisét, meg kantátákat, meg oratóriumot, hasonlókat. Tehát hogy viszonylag hogy belülről is belebújtam, mert gyerekkorom óta ebben a muzsikában. Mert hát az egész Kaláka ilyen kodályrendszerű zenei általános iskolában járt. Tehát nálunk ez a klasszikus zene hallgatása az egy abszolút mindennapos volt. És amikor a Kovács Zalán megkérte, hogy jöjj, játszunk ezen, akkor azt mondom, hát édesfiam, hát mi nem Bachot játszunk, hát lehet, valami azért van. És hát persze, hát amikor a karácsonyi koncertjüket látjuk, itt a bomba, nem tudom merre mutassak, innen 3 centire, ott mindig eljátsszuk a Ím Jászlad mellett térdelek Johann Sebastian Bachnak a Vallásos Dalok füzetében. Hát mondom, akkor majd azt el fogjuk játszani, és mi legyen a többi? Hát ugyanolyan gyerekműsor, mint bármi. A zenekar Johann Sebastian Bach műve mellett a közönség legnagyobb örömére Tankós Irató Károly híres Tengerecki Pál és az Örömhír című verseinek zenei feldolgozását is eljátszotta. Megjött a hír.
A legjobb reakció, amit a koncertjeinken kaphatunk, az az, hogy jaj, de szép ez a vers, ami azt jelenti, hogy sikerült valamit átadnunk abból a közönségnek, mondja Grillus Dániel. A közönség fogadtatását látva ez ismét ezen a koncerten is sikerült. Adásunkat visszanézhetik weboldalunkon a www.hegyvidéktv.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!